Április 22-től kezdődően 11 megyében összesen mintegy 120 meglepetés koncerttel készülnek a Filharmónia Magyarország programsorozat szervezői. Egyik állomásuk Dombovár volt a napokban, ahol a pécsi kötődésű Filharmónia részfúvós együttes térzenéje volt hallható. 2019. október 1-én indította útjára Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a Zenevilágnap alkalmából térzene programját, és ez idén tavasszal folytatódott egy kis ideig, és a helyzetre való tekintettel felfüggesztésre került, és most pedig egy egészen új köntösben folytatódik a program, melynek célja, hogy az otthon ragadt állampolgárok és kultúrához tudjanak jutni, és ezáltal is színesítsék napjaikat, és kicsit kizökkentsék őket abból a monotóniából, amiben bele szorultak jelen pillanatban. Az eredeti tervekhez képest módosult programban nem csak élőzenét biztosítanak a közreműködők, hanem az online térben is bármikor elérhető tartalmakat tesznek közzé. Ez a program ez 11 megyében valósul meg jelenleg a Filharmónia Magyarország által, hetente körülbelül 120-130 koncerttel, de ezt más szervezetek is csinálják ezeket a koncerteket, tehát a számosságát illetően gyakorlatilag egész Magyarország területén ez jelenleg zajlik, és ezt az emberek pedig vagy a térzene applikáción tudják követni, ami letölthető, vagy pedig a térzene.hu weboldalon is tájékozódhatnak arról, hogy hol lelhetőek majd fel ezek a meglepetés koncertek. Mivel évente közel 300 ezer gyereknek tartanak hangversenyeket iskolákban, hangversenytermekben, hetente egy gyerekkoncert online felületeire is felkerül, amit az énektanárok akár a digitális oktatásban is használhatnak. Izgalmas pillanatokra emlékeznek a Filharmónia történetéből, továbbá hangszerbemutatóval, zenei ajánlóval, valamint kvíz feladatokkal is szórakoztatják az érdeklődőket. Repertoáron szereplő alapvetően könnyűzenei dallamok, tehát főképp azért, hogy az embereknek ne legyen idegen, viszont csempésztünk bele komoly zenei átiratokat is, pont azért, hogy ami a mottója és a Filharmónia Magyarországnak, hogy közel vigyük a zenét, hogy ezt a klasszikus zenei értékeket, amennyire tudjuk, közel csempésztük az emberek szívében. Én úgy látom, hogy örülnek neki, tehát, hogy nagy siker övezi jelen pillanatban ezt a sorozatot, tényleg az emberek otthon maradnak, az ablakokból nézik, és tényleg elérte célját a program, hogy kijönnek, kicsit kizökkennek, és tapsa köszönik a kis koncertet. Olyan köztereken csendülnek fel dallamok, melynek környezetéből jól látható és hallható lesz a produkció. Az emberek az ablakokból, erkélyekről, lakásokból, balkonokról, házak kertjeiből lehetnek részesei a zenei élménynek. Thank you.